Megtudtam, hogy most adtak át egy zebrát a Szentendrei úton. 50 év után az elsőt. Ez adta az apropót, hogy filmet csináljak a Flórián téri csomópontról, de valójában mindig is érdekelt, hogy mi lehet a megoldása annak, ha egy 8-10 sávos autópálya és viadukt, plusz egy kerítéssel védett simpálya szabdal szét egy hatalmas lakótelepet. Ráadásul gyerekkorom óta foglalkoztatnak az itteni viadukt alá szorult római kori romok. Valahogy olyan nem összeilleszthetőnek tűnik a felüljáró hatalmas betonszerkezet az ókori faragott kövekkel. Ez az egész így egyszerre zavaros és bonyolult, miközben faék egyszerűséggel mutatja a műemlékvédelem és a 70-es évekre jellemző modernizáció aszimmetrikus viszonyát. A Flórián tér sajátos épített örökségét a római kori romok, a panelrengeteg és a városrész életét ellehetetlenítő forgalom és autós infrastruktúra egymásra rakódott, összegabajodott szövete adja. Hogyan süllyedhettünk ilyen mélyre, hogy az autós közlekedés kiszolgálása felülírja a lakótelepen élő közel 100 000 ember egészséges környezethez való jogát? Annak az autós közlekedésnek, aminek köszönhetően ilyen óriási városi sivatagok alakulnak ki, mint amilyen a Flórián tér is környéke. Az aluljáróba rejtett betonszarkofágba zárt római kori fürdő, a bebetonozott római sírfeliratok és a panelházak elé kiállított korintoszi oszlopfők látványa egészen egyedi módon hangsúlyozzák azt a pusztító szemléletet, ahogyan leigáztuk ezt a városrészt, illetve tájat. A lakótelep egyik legjobb tulajdonsága, hogy kompakt városként használható, vagyis gyalogosan elérhető az élethez szükséges dolgok, mint posta, bolt, óvoda és ez esetben pedig még a Dunapart is, mind elveszik attól, hogy a köztér epicentrumában a nagysebességű autóforgalom lehetőségének megteremtése történt. A főváros és a kerület másban érdekelt, a szentendreiek, a külvárosok és az óbudaiak szintén ellen érdekeltek abban, hogy a nem helyek közlekedését vagy az óbudaiak pihenését és egészséges környezetet való hozzáférését szolgálja ez a terület. Jelenleg a Flórián tér egy hatalmas, kizárólag a közlekedés szolgáló terület, és még közép vagy hosszú távú víziónk sincs arról, hogy ezen hogyan és mennyiből és mennyi idő alatt lehetne egy élhető városrészt teremteni.